Ferenc pápa idei jelentős eseményeiről számolt be Federico Lombardi szentszéki szóvivő is. Kezdve az öt nemzetközi út jelentőségétől a szinóduson át, II. János Pál és 23. János pápa szenté, valamint 6. Pál pápa boldoggá avatásáig. Lombardi kihangsúlyozta még, a Szentatya még pápává választásakor kiemelte a szegények, a peremre szorultak, a betegek, a menekültek, a szenvedők iránti szolidaritás fontosságát. Az idei évben drámaivá vált a helyzet Közel-Keleten, amit Ferenc pápa minden beszédében megemlít, kérve a hívek imáját. Újságírói kérdése a pápai reformokról a szóvivő azt mondta, a Szentatya már pápaságának kezdetén felvázolta a római kúria átalakítását. Természetesen ezt jól kell értelmezni, ez része az egész egyház megújulásának, mondta Lombardi. Arra, mi jellemezte a pápa 2014-es évét, Lombardi azt válaszolta, a találkozás kultúrája. Ez lehetővé teszi a megrekedt vagy felszínes párbeszédek megújulását, mondta a szóvivő.